Március 15. Az egyik nemzedék helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedéknek, mondta Facebook oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-e, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ez nem csak az emlékezés, de a hála napja is. Hiszen nem csak 1848-49-ben álltak helyt az akkori magyarok, hanem az ő helytállásukból meríthettünk erőt 1956-ban, aztán később 1989-90-ben. Így épül a nemzet. Egyik nemzedék sikeres helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nemzedékek számára. Ma is ez a helyzet. Nem csak életeket kell mentenünk és visszaszorítani a járványt, de egy sikeres járványkezeléssel, egy bátor helytállással példát kell adnunk a majd utánunk következő gyermekeinknek és unokáinknak. Hogyha ők kerülnek bajba, legyen mire visszaemlékezni. Hogyan volt az 2021-ben, amikor a mi nagyszüleink és szüleink álltak helyt egy nehéz helyzetben. Nagyon remélem, hogy lesz mit örökül hagyni a gyermekeinknek.